Joko Widodo, indonéz elnök, Indonézia megfűszerezi a világot elnevezéssel egy új programot indított, amelynek célja, hogy a pandémia után újra fellendítse a gasztronómia, valamint az indonéz fűszerek, a kávé és a tea exportját. Az éttermek megnyitásával azt szeretnék elérni, hogy az indonéz ételkülönlegességeket minél többen megismerjék a világon. A Dunaszerdahelyi éttermet Szlovákia indonéziai nagykövete nyitotta meg. If you know Indonesia, we consist of 17,000 islands. We have 700 different languages and 300 dialects. And then I think in every island there is a lot of different food. So we would like to introduce it to the people. The typical food is rendang, for example, nasi goreng, for example, you know, sate. You can try, you can taste a sweet sate, for example, in Java. You can have a spicy and hot sate in Sumatra, for example. You can have another kind of food which is, you know, sometimes spicy, sometimes sweet. When you fall in love with something, with the country, usually it's come from the food. What kind of food is this? Which country? What kind of spices they are using it? I believe that they will fall in love with Indonesia. Nagy öröm volt, amikor valójában decemberben sikerült landoltatni a legelső szakemberünket, és utána jött a többi is, mert szakember nélkül a vendéglátóba eredeti jó minőséget nagyon nehéz teremteni, és egy annyira különleges ízvilágról van szó, amit sajnos szlovák szakácsokkal maximum utánozni tudunk, de igazán jót nyújtani nem. A hotelben dolgozó masszőrök, terapeuták, spa alkalmazottak, többsége Indonéziából származik, illetve ugye Tájföldről is. Nagyon megbízható emberek, és épp ezért mertem belevágni, emiatt a megbízhatóság miatt abba, hogy a hotelnak a szortimentjét kiegészítsük, ne csak a Távol-Keletnek a spájával, a testkezeléseivel, a kényeztető programjaival, hanem mindezt kiegészítjük valójában az ízvilágával is. A szlovákiai gasztronómia szintén nagyon nehéz helyzetben van. Emelkednek az energiaárak, és többe kerülnek az alapanyagok is. Gondot okoz a munkaerőhiánya és az azzal járó költségek növekedése. A szakmai szervezetek jelezték a problémákat és a megoldási javaslatokat a kormánynak. Még intenzívebben próbálunk kommunikálni a kormányzat felé is, hogy a gasztronómia egy óriási probléma leküzdésére kell, hogy felkészüljön. Ez egyrészt a nem megfelelő és minőségű és mennyiségű szakembernek a minél gyorsabb pótlása, másrészt segítség abban, hogy a működés gazdaságosságát helyre lehessen állítani. Több törvényjavaslat is született ezzel kapcsolatban, hát ebből a legkiemelkedőbb és talán amitől a legnagyobb segítséget várjuk, az az alacsonyabb áfa kulcs, amit a környező országok már rég megléptek. Ugye ez az, ami egy picit több pénzt tudna hagyni a cégek zsebében. A másik pedig az időszakos foglalkoztatásnak a valamilyen módon kedvezményesebbé tétele, hogy könnyebb legyen brigádos fiatalokat felvenni. A problémák égetőek, amelyekre gyorsan kellene reagálni. A fellépő gondokat a koronavírus járvány tetézte, ugyanis az eddig az ágazatban dolgozók közül is sokan szakmát váltottak, őket egyelőre nehéz pótolni.